Ákosi Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. A kínai rendőrség egy nagyszerű módszert eszelt ki arra vonatkozólag büntetésileg, hogy amikor te reflektorral mész az országúton és a szemébe világítasz a kínai állampolgárnak, aki szembe jön, a rendőrség ezt észleli, megállít téged és megbüntet. És ugye itt az van, hogy vagy le van írva a ők resszükbe, hogy ez mit tudom én, 300 akármicsoda, vagy pedig van egy alternatív módszer. Következő a helyzet, megállítják a polgárt, kedves Chiang, ön itt elment reflektorral éjszaka. 30 lumennel hátlépte. Figyelj, és akkor a következő történik, a rendőrségi mikrobuszból előveszik a stokit, a kis széket, leültetik a polgárt az út szélére, szembeállnak vele a rendőrségi kisbusszal, fölkapcsolják a reflektort. Zseniális. És 20 percig, hát ez nagyon várján, jó. 20 percig bele kell nézned a reflektorba, és közben melletted áll a rendőre, és mondja, hogy azok az állampolgárok, akik önnel szemben jöttek, azok ugyanezt tapasztalták vezetés közben. Szemet szemért. Na, igen. Zseniális. Az összes magyar a ködlámpát rosszul használó, amikor beülök az autóba, minden gombot megnyomok, ami világít, abból baj nem lehet típusú embert is leültetni ezekre a stokikra. Attól meg tudok őrülni például, aki ködlámpázik, úgyhogy nincs köd. Ez nagyon jó. Leül és a ködlámpa. Leül és 20 percig bele kell nézzél, és ott áll melletted a rendőr, nézi az arcodat, hogy nyitva van-e a szemed, hova 20 perc nézel. Kicsit erősám azért, mondjuk egy méterről egy reflektorban nézni. Picit a, a szemizmaid azért picit megfáradnak. Képzeld, ha hazamész így egy ilyen büntetés után, és akkor ne megkérdezi, úristen, mi van vele? Árpa? Nem, a ködlámpám, fel volt kapcsolva a ködlámpám, és utána megbüntette. Na, hogy de várjál a büntetés után, a csávó visszaül a kocsijába, és hazavezet. Úgyhogy 20 percig reflektoroztak a szemébe. Szerinted mit lát? Semmit. A kínaiak nem viccelnek. Nem. De tök jó alternatív módszer, mert ezt még tényleg megjegyzem. Ez a melyik kezed volt kategória? Paf. Nem? Hát a közlekedésben azért lehetne, tehát lenne alternatíva, hogy kiket lehetne így előszedni, nem? Hogy milyen büntetése lehetne ítélni kiket. Azért a közlekedésben mindenkit idegesít néhány autóval haladó, biciklisként haladó, motorosként haladó, hát mindenkinek ki lehetne találni a saját büntetését azért. Van egy pár dolog. Na, index nélkül kanyarodó, úgyhogy téged megzavar ezzel, annak mit adsz? Az index nélkül kanyarodónak? Hát, de jó. Szerintem fel kéne úgy gipszelni a karját, egy mit tudom én, egy ilyen egy hétre, hogy kifele mutat, jobbra. Jó, jobbra nem indexet, jobbra balra nem indexet. És akkor egy hétig. Csak jobbra kanyarodsz. Kérdezem, hogy nem lehet, hogy ezt már nagyon régen csinálják, és ezért hunyorognak a kínaiak? Ja, igen, csinkász üdvőd a szemük. Hogy ez hosszú-hosszú évtizedeken egy már, és tulajdonképpen ezért van. Tehát, hogy kiraknád a kezét jobbra? Alátámasztanád? Igen, alátámasztam, és akkor egy hétig azzal a kézzel gyakorlatilag semmi más nem csinál, csak indexel. És találkoznál emberekkel, különböző jelekkel, jelrendszerekkel ellátva, és tudnád, hogy ő lopott, ő nem indexelt, ő úgy ment bele a körforgalomba, hogy mit tudom én, nem adott elsőbséget, nem? Ő urológus is fájdalmat okozott. Igen, tehát, hogy mindenkinek meg lenne a saját jele, hogy éppen mit követett. Mindenki el. A saját bűncselekménynek megfelelően kapná meg a büntetését. Igen, azonosítható lennél. Ez jó. Aki például nem megy le a külső sávba, csak a belső sávba halad, egyszerűen nem tudja, hogy milyen jobbra tart, és képtelen kimenni. Vagy versenyzik veled, amikor megpróbálod leelőzni. Annyi ilyen kategória van, nem? Hát például, amíg Székesfehérvártól Budapestig az M7-es 3 sávos, aki középen megy, annak nullás géppel egy középső csíkot így belenyírni a hajába. Az még nem fáj, de látod, hogy ő mit csinált. Érted? Tehát két oldalt megmaradna a haj, középen. Nézd, a hülye középen menő. Ennyi. Nem ismeri a jobbra tartsot. Át kéne, ahogy hívják, ott a limitált példányszámban megjelenő és vásárolható Merga kabriót, azt felváltaná mondjuk egy hétre a sok előzgetés miatt, meg a sok Suzuki alázás miatt egy kis Suzuki Alto 1.0-as verzióból. Tessék, egy hétig járjál ezzel. Fiat Multiplával. Ne báns, az egy aranyos autó. Nem, ne báns, kérlek. Léci legyen multipla. Ne bán. Azt úgy imádom. Az igen, a numimágneseseknek az egy nagy érvágás lenne. Hétvégén megállnak, tudod. Fánkítani a sztereó előtt. Hello, lányok, na húzzanyi. Nagy zenével. Nagy zene, 16-os alufelni fiat multipla. Tehát azon kabriósokat ítélni, de erre, akik nem tudják méltósággal viselni, hogy kabriójuk van, és tehát, hogy úgy kihívóan viselkednek? Kihívóan viselkednek, így van. Feltűnően kabrióznak? Alázzák a kis autósokat, és nagyon fánkítanak. Akkor ők kapjanak szépen egy ilyen. Egyébként a gyerekek, a kabriósok alapjában normálisak. Igen.
Na most ezt komolyan mondom, nekem több típusú... Hiszállni a garázsba az az autó. Nem, a kabriósokkal van egy ilyen előítélet, hogy tehát a kabriósa már sok magyar úgy néz ki, na a kabriós. De hogy én ritkán látom egyébként a kabriósokat, azon kívül, hogy jó a kocsi, meg jó nő ül benne. Meg jó a pali benne. Tehát nem egy ilyen közlekedésben bunkó módon résztvevő típus a kabriós egyébként, egészen fura módon. Mert az egy ilyen nyugis. Letekered, az süt a nap. Hát amilyen 50-es jól öltözött urak, sokszor, igen, fiatal kis mátkával üldögélnek, hát, de nem... De azért de van... Van olyan kabriós, de hogy van más autótípus, aki sokkal több mindent csinál úgy, ahogy nem kellene, mint a kabriós. Egészen nyugodtan közlekedik. Beülsz egy ilyen autóba, jó, nem mindenki, nyilván én nem, de hogyha beülsz egy ilyen kabrióba, akkor azért úgy funkitásra csábít. Én például láttam már a Ferit vezetni. Egész más vagyok, ha le van húzva. Figyelj, de ha láttál már olyan embert, aki ránézel, és azt mondod, hogy öcsém, ez az élet császára. Ő a király, nem tudom ki volt az az Elvis, de ez az ember az. Nem, szerintem a kábrió az az autótípus, amire Magyarország még nagyon nincs kész. Egyszerűen azt érzed, hogy utálod. Így van. Neki biztos, hogy gyűlölöd. Nem tudom, kimész Kaliforniába, Los Angeles, minden második autó kábrió föl sem tűnik. Tényleg meleg van, jó, hogy mindenki leveszi. Főleg 6 napot esik. Igen, de hogy itt valaki lekapja a tetőt, egyből utálod. Miért nem izzad? Hogy ül mellette egy olyan? Miért van így ilyen jól fölöltözve? Tehát a kabriósokkal szemben, átnézel, most ülsz a hatoson, és átnézel, hogy ott áll a pirosság kabrió, vagy gyűlölöd. Meg akarod ölni. Tehát, hogy még az ország mentalitás. Én például gondolkoztam nagyon sokat, hogy egyszer kipróbálom 3 hónapra, de én nem akarom azokat a tekinteteket átélni. Hát figyelj, én nem tapasztaltam még, tök érdekes. Na jó, mondjuk egy Alfa Cabrióra kiír egy. Hát tenne. Akkor ezt kell venni, azt akkor nincs baj, látod? Figyelj! Ez most nem erre a Cabrió típusról. Ez van, gyerekek, ez nem volt drága, érted? Most ül a hatoson, átnéz, hát jó, van, jó, lassan, én legalább odaérjük. Most még megy, de utolérlek a Calvinon, utolérlek. Nézd meg, én előbb mondtam. Leszek a Móricon, mint te. A olasz autót ne vegye, az elsőtől elrohadt a teteje. Nem tudom, most én ül egy C70-ben, egy Volvo kábrióban, egy 50 éves ember, egy helyes nővel. Nem kedveled. Szóval az az alapattitűd Magyarországon, hogy nem ismerem, nem tudom milyen ember. Lehet, hogy jó ember, lehet inkább nem jó, inkább paraszt, miből szedte, inkább csalt, na rohadjon meg. Ja. Nem? Na, hát igen, ez van. Nem is feltételezzük egyébként, meg sokszor egy kábrió nem annyival drágább, csak üzen valamit neked, hogy laza vagy, funky vagy, jól érzed magad, és ezt nem szeretjük elviselni. Nekem egy igazi kabriós ismerősöm van, nála mindig könyörögni szoktam, hogy ne csukja le a tetőt, mert biztos, hogy a felénél beszorul, és utána nem tudunk sem erre menni. De tényleg ez egy ilyen, egy francia automárkáról van szó, és amikor... 206-os, 307-es, mi? Igen, és akkor lenyitom a tetőt. Ne! Te rohadt életbe! És a felénél... és megakad? És akkor gyakorlatilag nem légterelő, hanem szélfogóvá válik, ugye? És akkor így... És így fölállva maradt, pont? Igen, de csukodik össze, így, és akkor már így félig már harmad, és így marad. Jó, hát tudod, hogy mindig mondom, hogy a franciák nem tudnak más csak zabálni, meg bujálkodni. Tehát, ugye, tehát ők azért az autóépítésben szerintem komoly hiányosságokat szenvedtek el így az elmúlt 40-50 évben, tehát azért aki a francia autóra esküszik... Nem, ők túl előremutatóak, azzal az a baj. A beakadt kabrióval. Ah, bocsánat, ott van a Citroen DS, az volt az első olyan, aminek kanyarkövető fényszórója volt. Uh-huh. Amivel fantomasz járt. És direkt. Tessék. És ráadásul terve. Nem lehet, hogy csak rosszul rögzítették, és a bal kanyarba beesett balra, a jobb kanyarba beesett jobbra? Tehát nem egy hibás rögzítés miatt volt az kanyarkövető? Igen, ez volt az Citroen első. Csinálta először? Igen. Akkor az az autó, amit ilyen most nagyon sok pénzt fizetsz, mert föl lehet emelni, meg le lehet engedni, az a Citroen BX volt. Igen, amikor Peugeotnak van a kupé, amit én régen a 407-es, ez egy nagyon szép kupé szerintem, én ezt régen nagyon szerettem. Hát, ez nagyon szép kupé. Akkor enni, bujálkodni és rajzolni. És kupét tudnak. Építeni, igen, de nem, az egy szép kupé, de mit tudom én, ülsz egy, mit tudom én, egy SL Merci kábrióban, hát na, a lakosság nagy része az, nem kedvet, az igaz. Nem? Igen. Beülsz egy, az a fura, és azért érdekesek az előítéletek, mert kicsit ismeri az autókat, beülsz egy SL kábrióba, egy régi SL kábrióba, azt megülsz egy 4 millió forintért. Beülsz egy Skoda Superbébe, ami 12 millió forint, és azt utálják, aki az SL kábrióba ül, hogy nézd meg, összelopta, összecsalta. És lehet, hogy a kocsi még 4,5 millió forint annyiba kerül, mint egy, mit tudom, egy S80-as Volvo. De rohadjon meg, rohadjál meg, mert kábriód van. Nem? És meddig mentetek be akadt tetővel?
ez az, hogy sem eddig. Ja, meg is le is robbantatok? Hát persze, tehát ez az egésznek a lényeg, igazából onnantól kezdtem, hogy nem is sehova. Érted? Akkor marad ez a megoldás. Gyere, segítsél már, mert nem tudom visszatolni a tokba a rohadt. Gyere, igen. És állnak, tudod, és mindezt nyilván egy busz megállóban, vagy egy villamos megállóban. Igen. És jó, sokan fánkítanak azért kábrióban ugyanakkor, igen. Tehát... Annyira ciki. De ha normálisan mész vele, azt is cikinek tartod? Tehát magát a kábrió műfaj? Tehát ha valaki egyébként jól öltözötten ül mellette mondjuk egy nő, aki akár a feleség, és teljesen normális, ha haladnak a forgalomban, nincs napszemek, hangosan bömbölő zene, semmi víz, hatalmas szilikon, mert semmi, csak normálisan megy. Arra is úgy nézel, hogy kicsit ciki a kábrió? Tehát ilyen jaj, de kellemetlen? Nem, én egyszer éreztem, nem, mert a férjemmel már éreztem magam menőnek, de ez egyértelműen az ő kisugárzás volt. Bekerültem az aurájába, és akkor én is menővé váltam. A kábrió aurába? Igen, meg volt egy másik alkalom, amikor egy ilyen amerikaiba ültem egy hatalmas Cadillacbe, egy Charlie klipnek a forgatásában vettem részt, és szerepeltem is benne, egy stoppoló srácot alakítottam, akit a Charlie dal? Felvesz. Az a baj, hogy marha nehéz megtalálni, de meg kellene, nem, de hogy nem vágtak ki, benne vagyok. Kivágtak mi? Felvesz, és ráadásul egy gitáros zenész voltam. Kemény tokos, hogy nem is tudom, hogy mi volt, talán egy Fendert hozott magával a Charlie, és ráadásul úgy is kellett csinálnom, mint hogyha játszanék rajta. Na most képzeljétek el, Jani egy kábrióban úgy csinál, mintha gitározna. Ó, na ez most, ezt én nem is akarom megnézni, mert én úgy akarlak megőrizni erre a hétvégére, hogy megismertem. De jó, de menő vagyok benne. Nem akarok egy ilyen kábriózó Janit nézni, hogy úgy csinál, mint aki gitározik. Ezt nagyon, de megkeresem nagyon majd a klipet megmutató, és nem fogod megtalálni, Feri. Nem, mert a Charlie eltüntette. Ja. Miattam. De hogy is, nem. Leszedették, eltüntették, igen. Nem, nagyon régi sztori. Én nem vagyok ennyire diszkriminatív, nagyon jó SMS. Én nem vagyok ennyire diszkriminatív. Minden M rendszámost utálok. Ugye az M az most az M, tehát az az új autó. Minden M rendszámot. Új autód van, rohagy meg. Igen, dögölj meg. Morning Show. Most hogy lehet, hogy a Morning Show ebből az élőadásra kapcsolódva csak zene szól. A holnap valóban az élőt hozott, de én az appet szeretném használni. Köszi, Kriszta. Gyerekek, én nem tudom, nekem szól a Morning Show app. Nem tudom. Jó, de mi, neki is szól, csak neki zene szól rajta, nem mi. De az hogy lehet? Hát a zene szól akkor, amikor nálunk is zene szól, nem? Na indítsd el, tessék. Jó, ez iPhone. Ez működik, gyerekek. Figyeld, hogy bejegek, figyeld. Aha. Kék a szeme. Ez lesz és valami nagy, igen, a Dankor rádió, hogy nem tudom. Na. Na. Tehát most nem rossz, nem rossz. Igaza van. Úristen. Gyerekek, ez a Morning Show. Mi ez a dal? Nézd a számot. Szulák Andi. Tényleg? Mekkora kiebrándító dolog, már bocsánat, bárki is az, hogy oda kapcsolsz, hogy hallgatnád a fiúkat is. Ez tényleg Szulák Andi? Komolyan mondom, nem hiszem el. Miért ez szól a Morning Show ebben? Mi van? Ki szabotáljam? Ki kavar állandóan? Ki hekkel minket? Ki irigy ránk? Szulák Andi. Ki akar minket kicsinálni? Fura. Ja, basszus, a múltkor is itt villogtál nekem, hogy mennyire jó, mert hogy a tieteken megy, a miénken nem megy, és így nyomorult androidosok vagyunk. Meg. Köszönöm, akkor is valami teljesen más ment, és én meg bekajáltam. Nem, akkor a Morning Show ment egyébként. Hát ez már nekem kell. Hát én át is mennék, ha a szomszéd beszól. Látsz, megnézed, hogy mi ez, vagy megpróbálsz velem valamit csinálni, kösz. Hát gyerekek, én nem tudom, mi az adásunkat szaggatják, az appünket feltörik. Hát lehet így műsort csinálni, hát, nem? Komolyan mondom, lehet, hogy én nem én vagyok, hanem már valaki bejött helyettem. És mindjárt elkezdem mondani, hogy kapcsoljanak a Juventus rádió reggeli műsorára. Már és valaki. Kics? Hallottad, hogy mit mondtam? Ki mondtad? Azt mondtam, hogy Juventus. Megint én mondtam. Te durva. Te vagy? Én? Te vagy? Mondj valamit. Mivel jöttél ma? Ki? Én? Aha, hát nem, hát te. Én nem én, te. Én úgy emlékszem, hogy kerékpárhoz, de lehet, hogy nem. Elhagyta a BKV-t. Elhagytad a BKV-t, te is gyanús vagy. Nem a Petőfi rádiótól jöttél? Húha. A Petőfisek bicikliznek. Ott mindenki bringával jár. Te vagy? Én vagyok? Én vagyok. Egyre durvább a sztori. És a reggel nem csörgött a pisztolyár, amikor belepipírtam. lehet, hogy már nem is tegnap élünk. Tegnap pedig még volt vesekövem. Igen, koppan. Hát gyerekek, ezt komolyan mondom. Mindegy. Jó, akkor hallgassátok a Morning Show-n az élőadást. Ha ott nem valami, nem tudom mi megy. Ha azt nem szabotálták. Vagy a rádió, ha az nem szaggat. Tessék? Vagy a rádión, ha az nem szaggat.
Na figyeld. Most már megnézem. Hát nem, ezt nem hagyom annyiban. Én ennek hát, utána megyek komolyan. Ne. Mit mondasz, Zsül? Szakadt. Na figyeld. Az megkönnyíteni, ha bejönnél, Zsül. Ezt nem hagyom annyiban. Én ennek utána megyek. Ne dumálj már, öreg. Ne dumálj már. Mit mondasz, Zsül? Ne dumálj már. Mit mondasz? Na figyelj. Az megkönnyíteni, ha bejönnél, Zsül. Ez egy nagyon fura állom. És most már az is. És még mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Minket elraboltak. Na, még most mondod. Ez egy nagyon fura állom. És most már az is. És még mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. De nem. Azt mondtad, hogy mindjárt azt mondom, hogy piros. Tehát azután kell majd várni egy pirost. Na, még most mondod. Ez egy nagyon fura állom. És még mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Kimondtad? Ez miért ismétlődik? Hát azért, mert az az adás, amit ott visszaküldesz, az megint bekerült a rendszerbe. Ez most örökké körbe fog menni. Az idők végezetén. Az idők, és egyre többször fog rámenni. Menjünk, ígyünk egy kávét, nem kellünk, hát ez folyamatosan visszamegy. Menjen már ez. Most egy picit, egy darabig, jó? Ez egy nagyon fura állom. Mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Kimondtad? Miért ismétlődik? Hát azért, mert az az adás, amit ott visszaküldesz, az megint bekerült a rendszerbe. Fekete. Ez most örökké körbe fog menni. Az idők végezetén. Az idők, és egyre többször fog rámenni. Menjünk, ígyünk egy kávét, nem kellünk, hát ez folyamatosan visszamegy. Menjen már ez. Most egy picit, egy darabig, jó? Ez egy nagyon fura állam. Mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Kimondtad? Miért ismétlődik? Hát azért, mert az az adás, amit visszaküldesz, az megint bekerül. Nem jön a fekete. Úristen. Ott volt. Pont megállítottam a feketét. Az idők végezetén. Az idők, és egyre többször fog rámenni. Menjünk, írjunk egy kávét, nem kellünk. Ezt már egy ilyen időcsapdában belekeveredtünk egy pár hónappal ezelőtt, de ezt nagyon szeretem, ez annyira tripes, hogy ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Most egy picit, egy darabig, jó? Ez egy nagyon fura állam. Én mindig tart. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Ne kapcsolj le! Hát azért, mert az az adás, amit visszaküldesz. De ez már nem. De egyszer nem. Fekete. Úristen. Most jött. Ott volt a fekete. Pont megállítottam a feketét. Ez már egy ilyen időcsapdában belekeveredtünk egy pár hónappal ezelőtt, de ez nagyon szeretem, ez annyira tripes, hogy... Csukjátok be a szemeteket, és hallgassátok magunkat. És akkor nagyon fura, mert nem tudod elkülöníteni egymástól a valóságot, meg azt, ami már megtörtént. Tehát, ha most igen. Például elkezd beszélni Balázs, ha visszahallgatjuk a felvételt, nem tudom megmondani, hogy ő beszéle itt velem szemben, vagy pedig a múltból igen. Az a Balázs. Figyelj, ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Most egy picit, egy darabig, jó? Úristen, kész vagyok. Mindjárt azt mondom, hogy piros. Ne kapcsolj le! Ha becsukott szemmel hallgatok, tényleg olyan, mint hogyha be sem hiszem volna. Voltak élményeim, de akkor megettünk egy tálsütit mi is, és utána nem akartunk kijönni a szobából, illetve fél óráig tartott, míg kijutottunk az erkélyre. És mindenki nagyon kétségbe volt esve, és nagyon izgultunk, ha valaki eltűnt egy fél órára, uh-huh. Amit akkor másfél órának éreztünk. Nekem, ez hasonló élmény. Tudnék róla mesélni. Viszonylag kevés és elég a jóhoz, és annak idén egy kedves közös ismerősünk, ezt a sztorit nem is annyira ismered, sütött egy kis sütemény. Oh. És tettél belőle. Edinának hívják. Tényleg? Az illetőt, igen. Hát, nem, azért elég jól ismered. Igen. Mondhatni. Már sokat dolgoztatok együtt. Egyetettem belőle, és utána nem mertem lecsukni a szemet. Így feküdtem így egy ágyon. Istenem, és ahogy lecsuktam a szememet, abban a pillanatban elkezdtem forogni egyre gyorsabban és gyorsabban. És mindig volt egy pont, amikor már akkora volt a sebesség, hogy ki kellett nyitni a szememet, és az volt a fura, hogy akkor mindig éreztem, hogy vum, 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 vum.
Leáll a rotor. A sütiben az az érdekes, hogy megeszed és elfelejted, hogy megetted, és amikor már elfelejtetted, akkor a süti bekopog, hogy itt vagyok. Igen. És akkor úgy egy picit kapaszkodsz. De ez nem biztos, hogy úgy, beszéljünk erről. Na mindegy, de az összeset hát nem is fogyasztottam. Olvastam, hogy a süti az olyan, hogy megeszed, elfelejted, és amikor egyszer csak a... és elkezded, akkor megjön a süti. Milyen jó volt maga a sütemény? Mákos süti volt egyébként, de az egészet nem fogyasztottam el, mert mondom, úgy éreztem, hogy ez már tényleg sok lenne. Meg apám nagyon szerette a mákos süteményeket, és akkor ő szerintem is be is tolta a reggeli tejája mellé, aztán beült az ilbe is. Ez már egy ilyen időcsapdában belekeveredtünk egy pár hónappal ezelőtt, de ez nagyon szállítom, ez annyira trikes. Hogy... Csukjátok be a szemeteket, és hallgassátok magunkat. És akkor nagyon fura, mert nem tudod elkülöníteni egymástól a valóságot, meg azt, ami már megtörtént. Tehát, ha most például elkezd beszélni Balázs, ha visszahallgatjuk a felvételt, nem tudom megmondani, hogy ő beszéle itt velem szemben, vagy pedig a múltból az a Balázs. Ez nagyon durva. 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 Mennyire hallgató barát, amit most csinálunk? Semennyire. Semennyire. Mennyire hallgató barát? Ha jössz haza egy jó buliból, akkor nagyon. Ez még tud az lenni. Egy bizonyos állapotban. Hallod, tegnap akkora volt a Morning Show. Hallod, felvételről hallgattam vissza, de zseniálisak voltam. Én akkor átutaztam velük. Ez még tud az lenni. Na mindegy. Gyerekek, semennyire nem hallgató barát. Jó, a lényeg, amit szerettünk volna ezzel kideríteni, hogy működik a Morning Show applikáció. Mármint, hogy a honlap, ugye? Hát tesz, a honlap, igen. A honlap, igen, de mi megy az applikáció? Az applikáció szerintem most éppen nem tudom, hogy ki énekel egyébként. Annak utána nézünk, jó? Ha valaki akarja magát ilyen régi retro zenékkel kínozni, akkor egészen nyugodtan. De megnézzük, hogy mi ennek az oka. Jó kis space cake írja valaki. Igen. Valami nem jó az adással. Írja valaki? Hát... Basszus, ti bebélyegeztetek. Jó volt egyéb is tegnap este, hát... Ez nem annyira hallgató barát. Jó van, nem kínunk senki. Morning Show. A Klassz FM-en. Ő megy 2014-ben egy 10x éves gyerek egy ilyen oldalra, hogy kamaszpanasz.hu. Szerintetek? Hát, csak kérdezem föl. Ez egy létező oldal, ahol szakértők komolyan válaszolnak tínédzsereknek. Tehát szerinted... Hát ez a kamaszpanasz már maga a név. Kamaszpanasz, szörnyű. Picit 80-as évek elején, de szerintem volt is valamiféle ilyen rovat valamelyik újságban. Ifjúsági magazinban volt, kérlek szépen, Veres Pali bácsinak egy rovata, és akkor ott lehetett föltenni ilyen kérdéseket, hogy... Csókolóztunk tegnap a Lacikával, lehetek-e belőle terhes? Igen, belőle terhes. Ez régen volt a Bravo meg az ifjúsági magazin, tudod, ez a szex, szerelem, gyengétség. Ez volt a címe. Szex, szerelem, gyengétség. Elolvastam ezt a cikket, mondom, 40%, oké, kamaszpanasz.hu. Nézzük meg, hogy mondom, milyen állapotban vannak a fiatalok, mit kérdeznek egy ilyen oldalon. Én nem tudom, hogy kik a szakértők, de állítólagosan igazi pszichológusok, meg szexuálpszichológusok próbálnak tínédzsereknek válaszolni. Egykori tinik nyilván. Na. Kuc. Oh. Én meg csak beleolvasott a kamaszpanaszba. Milyen rosszul van? Már. De jó, hogy van rajta. Azt mondják egyébként a szakemberek, hogy nincsenek fölkészülve a mai fiatalok. Tehát, hogy azok a kérdések, amiket te ott olvasol, az tényleg olyan. Tehát, hogy az érzés része, az érzelmi része, az teljesen kimarad. Mindenféle csúnya oldalakra járnak ezek teljesen elítélendő módon. Megnézik, és azt gondolják, hogy az a szerelem. Bizonyos tekintetben szerintem felkészültek, tehát, hogy pont a fizikai része az, ami szerintem számokra hogy többé-kevésbé nyilvánvaló, ők inkább az érzelmi részével. Ezt mondom én is, hogy a nincsenek. Szerelemmel nincsenek. Igen, azzal az érzelmi, nincsenek. Tehát a magával, az aktussal mondjuk ki így, ez nem csúnya, azzal igen, mert azt már látták ezerszer. De például a fiatalok többsége állítólag a védekezésről se tud semmit. Hát vagy nem akar róla tudni. Hát azt meg nem nagyon hiszem el. Tehát azért egy normális gyereknek egy 15-ös elmondott, hogy fia, ezt csinálok, akkor gyereked lesz, és nem fogsz tudni iskolába járni, meg szerintem kicsit megalapozatlan 15 évesen, azt mondja, hogy miért ezt így kell csinálni. Uh-huh. Mondjuk ezt el is kell nekik mondani. De nem úgy, hogy a szülők lekésik ezt a felvilágosítást?
Tehát ők azt hiszik, hogy még nem tudja, mire pedig elindul, nem is emlékszem konkrétan, hogy nem ültettek így le, vagy ez valahogy elmaradt. De hogy mire azt gondolja a szülő, hogy na most, addigra a gyerek már konkrétan mindent tud. Nem? Mindent tudsz. Na jó, mindjárt szemezgetek ebből nektek, csak hogy kik írhatják ezeket a kérdéseket tényleg? Tehát valódi gyerekek szerintetek, vagy szórakozni vágyó tinédzserek, vagy felnőttek? Feltődtek. Vagy azok, akik meg is válaszolják, az is lehet, nem? Igen. Akik megválaszolják, azok profik. Azon látszik. Felmennél egy ilyen oldal? Valószínűleg nem. Tudnak erről a tinédzserek, hogy kamasz panasz? Szerintem igen. De tudnak? Nem rossz egyébként ez az oldal. Most így fölmentem, és így hát, hogy nyilván egy ilyen vénember szemével, mint az enyém, így viszonylag trendinek tűnik meg. Ugye nem csak a szexualitástól boncolgató kérdések vannak, hanem olyanok is, amik esetleg téged is érdekelhetnek. Azt mondja, hogy csinos csíkok a hajadba, néhány jól elhelyezett, melírozott csíka feldobhatod az uncsi és fakó hajszínedet. Így éltem 15 évig, tehát ebben nekem nincs új. Egy 4-5 éve, amikor beültettek egy búra alá, ott mondtam, hogy többet nem. De addig nagyon szerettem. És 6 nővel én is Kiskegyedet olvastam, és megvitattuk, hogy mi lesz hétvégén, mit főzünk, akkor mondtam, hogy... Azt mondtam elég! Idáig és nem tovább. Mit mondtál, Balázs? Nem hallom, mert a szárító megy! Na, jó az. És fújtam én is a körmömet, hogy ne nagyon tűnjek ki a tömegből, igen. Na jó. Megmutatom nektek, gyerekek, mit kérdeznek a tinédzserek. Tételezzük föl, hogy mondjuk ezek valódi kérdések, jó? Tételezzük föl, hogy ilyen állapotban van a fiatalság, akik a kamaszpanasz.hu-n próbálnak, hát hogy is mondjam, okosodni egy kicsit. Úgyhogy mindjárt szemezgetek nektek a kérdésekből. Hát ha ez a valódi magyar helyzet és ez az igazság, akkor az elég szomorú. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt, Bon Jovi. Egy jó kis Bon Jovi az. Mindig mindenkinek jobb kedve lesz. Remélhetőleg. Itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy van egy oldal, ami most, hát vagy a tinédzsereknek segít, ha ők valójában használják, vagy a felnőttek szórakoznak. Nem nagyon tudtuk eldönteni, hogy melyik lehet. Ugye? Minden esetben van egy kamaszpanasz.hu, ahova én eljutottam egy cikk alapján, amit csak így megnéztem, mert állítólagosan az amerikaiak kiderítették, hogy a serdülők többi 40%-a már túl van az első élményén, mire a szülők felvilágosítják őket. Elolvastam, és ott valahogy ráakadtam erre az oldalra, és átlinkeltem. Hát gyerekek, nagy baj van. Na. Nem mondd már. Milyen kérdés? Írtam egy-két kérdést, hogy mit szeretnének a kamaszok tudni ezen az oldalon. Tételezzük, hogy ezek a gyerekek írják. Jó? Üdvözlöm. Így szól az első levél. Azt szeretném megkérdezni, hogy a szüzességet vissza lehet-e szerezni, mert 15 voltam, amikor elvesztettem, és azóta megbántam, mivel akivel megtörtént az aktus, hát nem voltunk egymásba szerelmesek, csak megtörtént és kész. Egy szóval nem voltam rá felkészülve lelkileg és testileg. Már eltelt azóta 2 év, és az első óta nem csináltam, nem is akarom, félek csinálni, nincs elég önbizalmam hozzá. Egy szó, mint száz, szeretném visszakapni a szüzességemet. Uh-huh. Lehet? Kérdezi. A kislány, valószínűleg. Aha. Na ez kamuszagú. Kamu? Egyrészt a mai fiatalok nem... Jó napot kiak. Az a gagy, üdvözlöm. Mi? Az cső. Aha, cső. De mindenhol ez van. Visszatudjátok-e varni a hát, érted? De szerintem... De az... ne! De... Feri! Gyerekek, hát hallgass már meg! Egy 15 éves, hogy cső, csákot csővel. Meg tudjátok-e, kisanyám, hogy... vissza tudod dobni a hártyát, vagy nem? Nem, na, ha, akkor tipli van, mama, mert egyébként kés rakok a vinkód alá, érted? Ne így zsibbasz magad, mama, mert alágyulok és vakarlak, na, húzzál innen. Tűcélna elég lesz hozzá, mert célna van. Így lesz. Tételezzük fel, hogy ő egy kultúrált. Tehát nem, akkor ez nem valós. Jó. Ez a kérdés, a szakértőkön nagyon helyesen megválaszolja, kedves levélíró, hogy gondolod a visszaszerezni, még egy kicsit humorizál is. Második. Az alkohol befolyásolja a testméretet és a péniszméretet, kérdezi valaki. Én amúgy is alacsonyabb vagyok az átlagnál, 14 éves, 60 centi. Nemi szervem állva 14 centiméter. 14 éves, 60 centi? Hát ő tényleg egy picit alacsonyabb akkor az átlagnál. Na, akkor én egy troll vagyok hozzá képest. Ott körülötte szőrös, a hónaljam is, a lábam nem, meg sehol máshol. Későn érő vagyok, meg fogok nőni. És az alkohol árthat ebben, ha egy hónapban... Ha egy hónapban kétszer iszom a haverokkal, meg vízipipázunk. Na, ezt egy tizenéves írta. Ez nem kamu. És vízipipázunk. És vízipipázunk is. A haverokkal egyszer. A szakértő. Kétszer egy hónapban. A péniszméretet, az alkohol nem befolyásol, különböző szteroidok, stb. Én nem tudom, a szteroidok azok hogy jönnek innen. Minden mellett számos károsító mellette hatása van. Bővebben olvashatsz a Heresugor fő oka című cikkünkben.
Ez. Ott ülsz reményvesztett tínédzserként, és elolvastatják veled a heresugor fő okát, mint... Azt is tudni kell, hogy az mitől van. Erről bővebben olvasod a heresugor fő oka című cikkünkben. És akkor még itt leírják egyébként. Következő kérdés. Ami a tínédzser tőle... Megtaláltam! A heresugor fő okát? Így van. Na, már elementem. De tényleg ott van az oldalon. Mindenképpen mesd el. Kínos kérdés. Így indul. Szex közben miért nyögnek hangosan? Vagy ezt nem tudjuk szabályozni, csak úgy jön? Na, ez kérdezi egy, valaki. Aha. Ez egy korrekt, ez egy valós kérdés. Ez egy valós kérdés? Ez valós kérdés, biztos. Igen? Ez jó, igen. Ez jó. Igen. Hát, én az nem elsőt nem hiszem, de ez az. Nem túl konkrét, mert lehet, hogy az alattuk lakók nyögnek. És egy 70 éves... Meg így nyikorog az ágy. Igen, és egy 70 éves, igen, nagy írta. Mi a tisztelt válasz? Szakértő. A válasz... Azért most már tanuljunk is valamit, hogy miért nyugodt. Ideális esetben egy nagyon elégedett lelkiállapot jön létre. Köszönöm, elég ugorjunk. Jó, mi a következő? Amelyben felszíre kerülnek a rejtett ösztönök. Hát miért kell így válaszolni egy tínédzsernek? Nekem ez tetszik, ez olyan szép. Felszíre kerülnek a rejtett ösztönök, szabályozni ebből kifolyólag nem feltétlenül lehetséges. Kicsit modoros a válasz, de jó. Tisztelt szakértő, tegnap lefeküdtem a saját húgommal. Védekeztünk meg minden. Bolond vagyok? Júj! Na, saját húgával. Kedves levélíró. A szakértőnek a húgával? Remélem, be tudjátok szüntetni önszántatokból ezt a típusú kapcsolatot. Ha nem, akkor felnőtt segítséget kell kérnetek. Írja valaki. Erre a bűnös viszonyra. Tisztelt szakértőm, ez már egy másik kérdés. Mostanában több műszálas boxer alsó... Lefeküdtem a bátyámmal, védekeztük meg minden. Megpróbáltam válogatni. Mostanában több műszálas boxer alsót vásároltam. Ez jelenthet problémát? A műszálas boxer? Na, itt hát mire a gondol? Boxer az jobb. Hát kidörzsöli. A rossz a varázs, ujjjjjjj. Az nem jó. Szakértő mit mondott rá? Kényelmetlen lehet a műszálas alsóban, a kelleténi jobban izzadsz. Aha. Írja mi mindannyian pamut alsót hordunk itt bent. Egy kis lazaságot elvárnék egyébként a szakértőktől. Nem annyira, nem, abszolút nem lazák. 13 éves kisfiú kérdése. 13 éves fiú vagyok. Nagyon kétségbe vagyok esve. Szörnyű az, ami velem történik. Rengeteget csúfolnak az osztálytársaim a péniszem mérete miatt. 18. A kis faltörő. Passzív állapotban. A kis marsal volt. Aha. 18 cm. Azt szeretném kérdezni, hogy a lányok engedni fogják, hogy bennük legyen a péniszem? Hát. Szakértőnk válasza. Kedves levélíró, biztosan nem minden lány. Milyen megmutatta. Igen. De lesz, aki rárúgja az ajtó töcsét. Hallod? De lesz, aki igen? Ó, de jó, lesz, aki igen. Megyünk Változnak tovább. Az idők, fordulnak a szerek, kiskomár. Csak időkérdése. Akik ma kirőgnek, azok térden állva fognak kiváldi pár év múlva. De hol látják ők? Tehát effektív a kérdés érdekes. 13 évesen ez egy ilyen teljesen dolog. Jön a Józsi a 12-es, ott van a Béla a 16-os, Öcsike a 21-es. Tehát mi azért ezt így nem tudtuk egymásról általános iskolában. Mert most már olyan a tornaterem, hogy le tudnak tusolni utána, tudod? Ja, és ott a kis faltörő megérkezett. Előbb bejön a faltörő, majd egy negyed óra múlva gazdáj. Gondold egyébként, mennyire traumatikus élmény, hogy 13 évesen ezzel csúfolnak. Hát azért az egyébként komoly dolgokat okozhat később. Egy szegény. Jó tanács, ne a papi pályát válasz, van egy másik műfaj, amiben a csúcsra érhetsz. Szenzációság. Tisztelt szakértő, én egy 17 éves fiú vagyok. Szerintem elég jól nézek ki. Kedves is vagyok, de lányok nem nagyon találnak meg. De már nagyon szeretném elveszíteni a szüzességemet, és arra gondoltam, hogy egy prostituálhoz fordulok. Egy olyanra gondoltam, akiről tudom, mivel egy haverom járt már nála, hogy rendes és normális. Mivel egy haverom édesanyja. Mivel a haverom utánjáról van szó. Hogy rendes és normális. Az árát még ki is tudnám gazdálkodni. Egy kicsit mégis aggaszt, hogy ez később... Amelyiben dolgozom nyáron. Félre tudom tenni a bónuszból. Kicsit mégis aggaszt, ez a későbbi életemre lesz-e valamilyen befolyással? Önnek mi a véleménye? Mit kéne tennem? Maga volt már prostiba? Mennyit keres? Maga is ki tudnál gazdálkodni? Kényebb szakértő, válaszolj. A válasz. Kedves levélíró, mennyi, aztán adjál neki. Igen. Mennyi, aztán lásd el a baját. A vendégem vagy.
Nem, leír egy kedves levélíró, ha valóban olyan hölgyel kerülsz kapcsolatba, aki rendes és normális, akkor nem gondolom, hogy komolyabb kihatással lenne az együttléte későbbi szexuális életedre, ugyanakkor érdemes átgondolni, hogy nem a későbbi szerelmeddel szeretnéd átélni ezt az élményt. De milyen helyesek, hogy mindig a romantikus mederbe próbálják azért visszaterelni, hogy legyen szerelmes, úgy legyen az első, hát minden, amit a szülő megpróbál átadni a gyereknek. Hát ezt azt... hogy utáltuk annak idején, hogy majd, ha szerelmes leszel, akkor csinált, tudod? Hagyj! Már majd lesz olyan is! Utóirat, ha a francia alap az árban, akkor kérlek dobd át nekem is a számát. Hát és még van egy-kettő, amit sajnos nem tudok beolvasni. Igen. Sok benne az idegen szó. Nem, hát az már egy picit durvább lenne, tehát az már ilyen 18-as. Szóval, hogy valóban ez lehet a jelenlegi helyzet a kamaszoknál. Ennyire nagy a tudatlanság és a sötétség szerintetek? Figyelj, hogyha emlékeztek... Ez dermesztő. Ha emlékeztek ezekre a rovatokra, amit Feri is mondta, ugye egy ifjúsági magazinban annak idején, meg ugye te is mondtad a Bravót, és tökéletesen igazadban ugyanez volt. De azt szerintem a Bravót azt biztos, hogy a szerkesztők írták. Tehát az a... önmagukat szórakoztatni. Önmagukat szer, igen, önmagukat hát mindenki más is, mert azért viccesek voltak, jó volt olvasgatni. Igen. Szóval, hogy... Hát igen, ez nyilván a szülő feladata lenne, meg a tanár feladata, hogy azért erről beszélgessen. De hát mégis szerintem ott van a nagy hiba, hogy mind a szülők, mind a tanárok erre sokat várnak. Tehát 12-13 évesen ezek a gyerekek nagyjából mindent tudnak. Szóval az oviba, iskolába elcsattan nem, az első de csók. Látod, hogy nem. De valójában részletesen közben nem. Persze. Hát meg az a fura benne, hogy ezeket a kérdéseket nem a szüleiknek teszik fel. Tehát, hogy ebből látszik, hogy azért ott hiányzik a kommunikáció, mert a szülők nyilván elmondanák. Most nem tudom, hogy ennek az az oka, hogy a szülők passzívak ebben a dologban, vagy ők kezelik szemérmesen ezt a kérdést, vagy pedig a gyerekek bátortalanok, de az biztos, hogy nem alakult ki köztük egy olyan szintű bizalom, ami ehhez kellene. Ezért nálunk se volt, emberhez. Majd mi leültetjük a gyerekünket? Engem se ültettek le, szerintem titeket se ültettek le, és szerintem a legtöbb szülő nem ültet, nincs ez a na gyere most akkor, vagy beszélgess, és te inkább a barátodhoz, vagy a barátnődhöz mentél, és oldottad meg ezt már akkor, mint hogy elmond édesanyádnak, hogy mi történt, vagy mi hát nem történt. Hát neked ott volt a plébános úr. Minden. Hát. Azt mondta, hogy ha boldoggá teszem, akkor megkapom ezt a kulcstartót, itt nézd. Még megvan. Meg tudom mutatni. Úgy vigyázok. Azóta is vigyázok rá. Biztos, hogy ostya adjám. Igen, figyelszem. Atyám, ez egy nagyon nagy ostya, tedd a szádba, és maradj csendbe. Igen. Most pedig igyál rá egy korty. Szóval, igen, hát nekem ott volt a plébános, de azért nem mindenkinek van ott a plébános. Nekünk ott a harmadik keretben volt egy jó plébános. Ez egy folyamat kéne, hogy legyen, de ezt már annyiszor átbeszéltük, hogy ahhoz, hogy mondjuk 13, 15, 17 évesen a gyerek hozzád őszinte legyen, azt most kell elkezdeni 2 évesen, 3 évesen, 4 évesen, hogy amikor, és mindenről kell vele beszélni, és akkor valószínűleg hozzád fog menni. Ha ez a kapcsolat nem alakult ki, akkor persze, hogy a barátaihoz megy, meg a neten megnézi. És hova jut, hát a XX. Hát bizony, megültessétek le, és nézzétek a gyerekkel együtt a Két pasi meg egy kicsi című sorozatot, nagyon szórakoztató, és gyakorlatilag olyan, mint egy szexuális felvilágosítás. De gondold el, mekkora trauma egyébként ez a tinédzserkor, hát nekünk is mekkora trauma volt, hogy bejössz a csajoknak, hogy nősz-e még, hogy, most nem úgy értem, hogy ezen a területen azóta is maradtak ki ágyasságok, hogy már ő már nagyon szőrös, ő izmosabb, te nem szőrösöd. Tehát egyébként mennyi minden van, amivel tinédzserként neked szembe kell nézni? Hogy ő jobban néz ki rád, nem mennek a csajok, te büdöset izzadsz, ő nem izzad, őt jobban szeretik a csajok. Mi az, amit látsz? Nem? Szóval, hogy egyébként tök sok trauma van. Nem tudom, hogy a csajoknak is ennyi mindent át kell élni, de nyilván nekik is. Persze. És nagyon kicsi a mell, nagy a mell. Azért csesztetik, mert nagy a mell. Azért, mert nincs melle. A gyerekek tudnak gonoszak lenni. Szóval, hogy azért az a pubertás, az egy baromi nehéz időszak. És ezt általában azért egyedül próbálod megoldani valódi szülői segítség nélkül, nem mész oda, hogy édesanyám, hát pikkelyesedik-e majd a kis marshalbotom? Mikor ügyezek, édesanyám? Lehet-e számítani valamiféle kis rügyezésre? Te nem mész oda ezeket. Mind egyedül kell megoldanod. Ez egy terhelt időszakám egyébként, nem? Egyértelműen. Hát főleg, most így, hogyha így belegondolok, akkor nekem állandó problémát jelent. Ez meg nem nagyon értettem, hogy miért vannak olyan srácok az iskolában. Ez egyébként az általánosban is, meg a középiskolában is volt, de azért voltak még néhány, akik szintén nem értették ezt, akik miért állandóan jeti kutatók jöttek ki az iskolában, mert annyira szőrösek voltak. Miközben én meg azért visszafogottan buriáztam. De fiúk. És ez téged frusztrált, hogy mi velük van a baj, vagy veled van a baj? 13 évesen valaki borotválkozik?
érted? Tehát, hogy férfias meg minden, de hát azért... És a középiskolában is volt ilyen. Tudom, nekem is a nyolcadikos osztálytársaim már borotválkoztak, és rosszul voltam az irigységtől, és nem értettem, hogy ez rajtam miért nincsen semmi, miért vagyok csak még mindig... De te volt szőr is, vagy csak... Semmi, én is úgy meghúzogattam párszor, de hát nem. Azt is... Nem történt igazából semmi, szóval hogy ez olyan traumatikus élmények ezek tulajdonképpen. Na, középiskolában volt például egy Zsolt nevű srác, aki állandóan mindig ilyen piros bőrnyakkendőt hordott inghez. És nekem meggyőződésem, hogy ezt azért tette, hogy nehogy a szőr előtörjön a dekoltázsából és belepje a fejét. Tehát, hogy ő is olyan durván érett volt ilyen szempontból, hogy ez valami hihetetlen. És mondom, általános iskolában is. Tehát, hogy azért mondjuk szerintem inkább egy idő után már átok, mint áldás az, hogy az embernek naponta kétszer kell borotválkozni azért, hogy lássák az arcát. Hát igen, de az is kemény. Morning Show. A Klassz FM. Viszont van valami, amit gyorsan szeretnék még elmondani, ti már erről tudtok, viszont sokan még nem. Mielőtt újságírók kezdenek el megint szomszédokhoz becsöngetni, a környéket feldúlni, vadhordaként viselkedni egyébként, és mindenhova becsöngetni, hogy igaz-e, hogy egy transvesztitával élek együtt. Igaz. Szeretném elmondani, hogy igen, tökéletesen igen, így van, igaz. Hogy ugye kim voltunk tegnap Vikivel a szigeten, és elég sokan sajnos fotóztak bennünket, ma meg már elindult a találgatás, hogy Viki vajon görög dinnyét lopott-e, amit a ruhája alatt... De csak egy sárga még. De csak egy kicsi sárga dinnye, igen. Hogy valójában igen, igazak a találgatások, csak nagyon-nagyon kérjük a bulvár újságírókat, hogy egyrészt rávaló tekintettel egyébként hagyják őt békén, mert hogy nem közszereplő, kettő igen, a dolog igaz, a Beninek testvére lesz, majd valamikor januárban. De jó. Igaz. Igen. Na, hát gratulálunk. Hát ennyi év után itt kell most megtudnom ebben a pillanat. Igen. Az édesapa jelentkezze. Ha bennünket hívnak a Janival, mi mesélhetünk róla, ugye? Ti mesélhetek egészen nyugodtan. Szeretnék megkérni minden bulvár újságírót, hogy igen, a hír igaz, ne jöjjenek, ne csengessenek a szomszédokhoz, a szomszédok velünk vannak, ne nyomozzanak, a Viki nem közszereplő, ne is nagyon tegyék be az újságokba. Hozzánk se csengessenek, van egy Slavia 630-ason, 4,5 milliós skullókkal. Címlapokon is tessék a feleségemet béké hagyni, mert hogy valójában nem közszereplő, de igen, hatalmas történelmi esemény, gyerekek. Nehéz ügy. Így van. A család boldog, a gyermek egészséges. Én 10 000-ért mesélek. Szemét, Csabi! Tudtam, hogy rád számíthatom. Te aljas szemét. Az öröm. Nagyon nagy örülünk, boldogok vagyunk, és januárban jön a kis tesó. Úgyhogy kösz, Csabi. Ilyenkor még nem szabad gratulálni, de örülünk. Letelt a 3 hónap, úgyhogy örülünk. Szabad volt egy ilyen tudatos titoktartás is nyilván, hogy az ember 3 hónapig nem mondja, meg van egy AFP nevezetű vizsgálat, amit a francba kéne már elküldeni, de hál' Isten megszűnik egyébként, az ember szétriogatják, erről majd egyébként akarok mesélni. Jó. De igen, nagyon drágák vagytok, tejfakasztó buli, majd mindenféleképpen szeretném. Ja. Úgy, mint az első, úgy, mint Beninél. Jó. Én állok a bárpulton és spriccelem a tejet, ez lesz majd a tejfakasztó bulin. Januártól gyerekes témák a Morning Show-ban. Januártól, igen, ha egy kicsit majd újra kialvatlan vagyok, morcosabb, azt olyan másfél-két évig bocsássátok meg neki. Egy szezon már végigcsináltatok velem. De tudjátok, akkor legalább hogy... tudni fogjuk az okát. Igen, tudjátok, hogy ha nem alszom, akkor kifejezetten kipien tudok lenni. Úgyhogy ez a helyzet. Csabikám, remek zene, így lesznek? Megmaradt egy csomó ilyen kerti játékunk, amit már a gyerekek nem használnak. Gyerekek, mindennek örülünk. Mi, amikor a Beni jött, akkor azt gondoltuk, hogy nem nagyon lesz testvér, ezért mindent jótékonyan elosztogattunk, úgyhogy ami jön, és nektek nem kell, abszolút szívesen. Ezek után mi mást ajánlhatnék? Zanzibár, újdonság, az a címe. Újra. Nagyon jó. Jó. De szép. Újra. Nektek hány van a két gyerek között? Kettő. Másfél. Ott nem volt olyan fura újra a gyerek sírás. Ott jó volt, ugye? Meg tudod, a pálinkás kenyér, az nyugtat. Igen? Nekem is, igen. Neki is, nálunk nem volt sírás. Gyerekek, 5 év után azért ezt az ember elfelejti, úgyhogy kijövök, kijöttem a gyakorlatból. Lásd, kivel van dolgod, visszaadom azt a platina labort, amit adtál. Na, egy nagyon szomorú dolgot csinál ugye a Magyar Telekom, és nem is azon akarunk mi mosolyogni, aki elveszti az állását. Nyilván ez mindig egy szomorú dolog, és ha emberek kerülnek az utcára, akkor abszolút együttérzünk, és nem célunk ezen humorizálni. Viszont az önkéntes programról azért érdemes néhány dolgot megtudnunk, vagy beszélni róla. Ugye ezt a Telekom indította el, ez egy úgynevezett önkéntes program, ami ugye arról szól, hogy... egyszeri többletjuttatásban részesíti azon munkavállalóit a Telekom, akik önként távoznak a cégtől,
Mert hogy ugye egyébként hát a munkaszerződésben is nyilván vannak, a munkaszerződés szerint is vannak járójárulékok, meg a kollektív szerződés szerint is van egy csomó minden, ami jár az embernek, de ezeken felül egyszeri többletjuttatás a munkavállalóknak, akik saját elhatározásukból távoznak a cégcsoporttól. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy téged megkérnek, hogy rúgást ki magad? Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy igen, nyilván egy nagyobb leépítés van, nekik kéne meghozni a döntést. Minden terület vezetője leül, megnézi a listát, és akkor azt mondja, hogy kell még 10 ilyen ember, akkor viszont 20-an vannak, kirúgják. De az miért jó, hogy te, én nem nagyon értem ezt. Érted, hogy nekem van mondjuk 10 munkásom, igen, tök mindegy, mit csinálom, 10 emberem van, viszont csak 5-re van szükségem, akkor nem én akarom megmondani, nem, hogy ki az az 5, aki maradjon? Nem, mert ugye neked az van, hogy le kell építeni, mint 1700 embert. Hát, hogy 1700 embert építenek, az nagyon az sok. Kemény. Az nagyon sok. Ez a teljes leépítés. Fővárost érinti 18 megyét, tehát elég komoly és drámai számokról van szó. Gondolom, valami statisztikát javít, tehát más a statisztika, ha te küldöd el, aha, meg javítja a statisztikát, ha ő mond föl neked. Nem, nem ez van a háttér? Ebben igazad van, de az ember állományomat, akivel én tovább fog dolgozni, ezt nem én határozom meg. Nekem na jó, de nyilván egy-két vezető beosztás az neked fontos, de hogy mondjuk azt abból marad. Az 1700 emberből 1300 mondjuk áll egy szalag, mert csinál valamit, aha, összeszeres, és ugyanazt a munkát végzi, és ugyanazt a munkát végzi, ott mindegy neked, mint munkáltató, hogy most kimarad. Aha. De hogy ez tulajdonképpen egyfajta ilyen az Európai Bizottság előtt, vagy az Unióban egyfajta statisztikát javít, vagy tehát azt mondom, én megkérlek téged, fel, hogy mondjál föl, és akkor ezért kapsz egy egyszeri juttatást. De hogy van? Mi van, ha én fölmondok, és közben én egyébként maradhattam volna? Tehát én azt honnan tudom? Hát ez az. Azt mondom, hogy gyerekek, én hallottam, bemegyek, főnök, fölmondok. Aha. Fölmondasz? Kiderül, hogy két hónap van, vagy megmondják, hogy melyik részlegről hát távolítanak el. Hát neked azt fogják mondani, hogy rád szükség hogy van, ne mondj föl. Tehát, vagy hogy te esélyes vagy arra, hogy ezt maradsz, a részleget leépítjük, aha, akkor viszont jobb, hogy fölmondasz. És ez mennyi pénz? Ebbe belegondoltatok? 1700 embernél? Tehát egyébként is ki kell fizetni valamiket, ami a szerződésben benne van, és most még azt mondják, hogy megkapod mondjuk 3 havi munkabéredet, vagy egyet. Azért az óriási. Azt írja, igen, hogy a program várhatóan csökkenteni fogja az elbocsátásban érintett létszámot. De hát azok, akik önként mondanak fel, ugyanúgy az utcára kerülnek. Ugyanúgy nem lesz munkájuk. Nem? Tehát csökkenti az elbocsátott érintett létszámot. Hát azért, mert valaki önként bemegy, az ugyanúgy nyilván az utcára kerül, csak ő saját önként mondott föl. Melyiket választod, ha ott állsz ebben a helyzetben? Kirúgnak, megkapod mondjuk a szerződésben foglalt egy havi munkaszerződés, igen, így van, egyszerű juttatások, többlet juttatások. Ha te fölmondasz most, akkor kapsz még egy havi munkabért. Hát nyilván ez nem? Hát értelemszerűen. Hát ha tudom, hogy vége, akkor de igen. De tudod, hogy ki fognak rúgni? Igen, írja egy hallgató, hogy állami támogatást kaptak, ezért nem küldhetnek el ennyi embert egyébként. A tudod, hogy ki fognak el rúgni? Biztos, hogy megmondják. Aha. Igen. Hát megmondják talán azt, hogy milyen szempontok alapján építenek le. És akkor, ha ezek igazak rád, akkor úgy sejtheted, hogy te is beleesel, vagy nem esel. Tehát nyilván az ott eltöltött évek is számítanak, az életkorod is számít, aha, hogy családos vagy, hogy az agglomerációban laksz-e, vagy pedig beutazol valahonnan messzebbről, tehát hogy sok ilyen szempont van. Ez szörnyű lehet egyébként. Engem még soha nem rúgtak ki. Ez előbb-utóbb nyilván megtörténik. Tehát ez kódolva van. Tehát az embernek egyszer azt mondják, hogy vége, nem? Mindenkinek jár egyszer. Ez legalább egyszer ezt át kell élni. Tehát olyan nincs, hogy te úgy ezt legy életet, dolgozol X munkahelyen, egyszer nem mondták azt, hogy köszönöm szépen ennyi. Mert nem tettünk még érte eleget. De majd. Jani, te jössz. Egy perc alatt meg tudnánk oldani egyébként. Tehát akarnánk már 8 órakor jönne a telefon, hogy álljunk föl, és lekapcsolták a mikrofonunkat. Tehát pikpak meg tudnánk ezt oldani. Én 5 percen belül el tudom intézni. Fogadunk? Szerintem te úgy el tudnád intézni, hogy most 7:30 van, és mire Ákos belevágna a 8 feles hírekbe, már nem megy. Már hazafelé útközben nem meg a joghurtomat. Gyerekek, így bekapcsolt mikrofon élőadásban azért az életveszélyes tud lenni, úgyhogy tudnánk három olyan mondatot mondani, hogy azonnal végünk legyen. Rúgtak már ki benneteket? Nem. Téged se? Tehát ez mindig megúsztad? Mindig az volt, hogy átmentem egy következő helyre. Mert érezted, hogy már éppen kirúgnál? Lehet, hogy az is benne volt, de mindig jókor váltottál. Gondolkozom, de nem volt soha olyan. Nem volt soha. Jani, neked egyszerre van, hát igen, nem? Nekem erről már beszéltük elég sokszor, igen, volt egy ilyen periódus, ami aztán elég mélyre lökött, úgyhogy, de ott az tényleg csak az én hibámból volt, tehát hogy ott senki más nem akart igazából kirúgni, sőt, még egy kicsit így segíteni is akartak, hogy maradjak, de én nem. Igen, ott valahogy tényleg voltam a segítők ezeken. Dacos voltál, büszke, és igen, és nem engedtél, nem engedtél. Pedig én akkor is. Igen. Úgyhogy ott az a saját hülyeségem volt. Igen, ott azért mentél el, igen. De olyan egyébként a családban már természetesen volt, mint hogy nagyon sok magyar családban is, hogy
például két intézményt összevontak, és akkor a előbb vagy utóbb, hogy nem kiderült, hogy a két intézménynek az össze dolgozói létszám az egy picit sok, annak az összevont intézmények, és akkor így szépen lassan így mindenkit így kiszórogattak. És akkor besettenek áldozatú családtagunk is. Úgyhogy... Ő is kapott pluszpént, gondolom, nem, ugye? Nem. Volt jellemző. Nem. Na, nézzük meg akkor, hogy hallgatóinknak mit kellene csinálni ahhoz, hogy 20 percen belül kirúgják őket? Nagyon jó. Írjanak pékek, cukrászók, fuvarozók, hogy mi az a pont a főnöknél, ahol tudod, hogy 20 percen belül utcára kerülnél? Főnök, most is a Morning Show-t hallgatom. Ha mondjuk Juventus hallgat, de ha a Juventus szereti a főnök. Mert miért utálna ennyire önmagát, nem? Hogy... Hát mert, hogy hívják? Hogy miért kínozná ennyire? Mert mindig dacosnak és keserűnek kell lennie. Igen. Szóval, hogy mit kell csinálni a hallgatóinak, hogy önként, nem is önként, igazából 20 percen belül az utcán találják magukat. Tényleg, mindenféle körből írjanak emberek, bármit csinál. Hol dolgozik, milyen pozícióban, ez nagyon fontos. Ha vezetőbeosztás, ha középvezető, ha metrót vezet nekünk, bármi jó igazából. Hol dolgozik, milyen pozícióban, és mi az a pont? Mit kellene csinálni, ha mondjuk egy ilyen tudatos kirúgás lenne? Biztos, hogy mindenkinél megvan. Tudja, hogy mire érzékeny a főnök, nem? Vagy tudja, hogy mi az a pont, hogyha ezt megteszi, ezt bemondja, ezt összetöri, bármi, akkor ott egészen biztos, hogy 8 órakor már nincs állása. Nekünk is van ilyen, mindenkinek van ilyen, nem? Ja, bizony. Egy-két rossz mondat. Jó? Úgyhogy, hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi az inger küszöb. Ha valakinek nincs főnöke, akkor mikor rúgnád ki önmagát? Mint már valaki kérdezi, hogy nincs főnöke. Hát, mikor rúgnád ki önmagad? Hát mi az a pont, ahol már nem tudnál együtt eleged dolgozni? Lenne magadból. Igen, együtt dolgozni saját magaddal. Jó, keressük meg ezt a pontot mindenkinél, aki jelen pillanatban dolgozik. Arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy ugye van ez a sajnálatos dolog, és nyilván nem is ezzel humorizálunk, hogy a Telekom önkéntes programot indított. Mi szerint többletjuttatásban részesíti azokat a munkavállalókat, akik önként ugye hát tulajdonképpen a saját elhatározásukból távoznak a cégcsoporttól, és ezen program miatt várhatóan csökkenni fog az elbocsátáson érintett dolgozók létszáma. Arról beszélgettünk, hogy ez hogy van. De ez csak témaindító volt. Igazából nyilván az mindig szörnyű, emberek kerülnek az utcára, főleg ennyien. Viszont eljátszottuk a gondolattal, hogy mit kellene ahhoz csinálni valakinek, a hallgatóinak pontosabban, hogyha mondjuk 5 vagy 10 percen belül utcán szeretnék magukat találni. Mit kell ahhoz tenni? Bár ha középvezető, ha targonca vezető, ha metróvezető, ha cukrász, ha pék, teljesen mindegy, szoftverfejlesztő, bármi. A lényeg, hogy mi olyat tud tenni, amivel mondjuk 5 percen belül kirúgatja magát. Nagyon érdekes SMS-ek jönnek, az anyagi kártól kezdve a beolvasáson keresztül a pofoszkodásig, ugye a legtriviálisabban. Hát igen, hogyha mondjuk egy villástargoncás odállna a főnöknek a verdájához, szépen átdöfné rajta, tehát nem rendeltek összére használ azokat a villákat, hanem átdöfné rajta a villákat, és akkor megemelni, és aztán szépen kivinni az utcára, vagy nem tudom, rárakná esetleg a vezérigazgatónak az autójára, stb. Tehát, hogy nyilván. Megállítanák gyorsan. Jó, de ez nem szakmai. Bár igen, targonca, hát, mondjuk kell hozzá. Ez igaz, hogy én itt hiába akarnám igen megcsinálni. Egy nagy multinál dolgozom viszonylag magas pozícióban. Szerintem egy 3 perces őszintességi rohamot nem tudnék végigcsinálni, úgyhogy másnap még legyen állásom. Ezt Gizmo küldte nekünk. Irodában dolgozom, jobbomon a főnök felesége, balomon a szeretője ül. Ja. Csak egy szó, tudom és repülök. De legalább nagy végkielégítéssel. A Milacin küldte nekünk. Nekem 1 perc alatt sikerülne, bár soha nem lennék rá képes. Óvónőként egy jól irányzott kis pofon, és már tuti a szabadság, írja Anikó. Egy laza gyerekverés, és azonnal kirúgod magad. Banki ügyintézés pénztár. Például, ha valaki felvesz pénzt, odaadom neki, mélyen a szemébe nézek, és azt mondom, legközelebb több odaadással szívi. Jó, de szép. Legközelebb több odaadásra szív. Most még kifizetlek, de azonnal vége, igen. Pénzszállító ugye elviszi egy táska pénzt. Csingiz küldte nekünk. Telekomnál dolgozom, az M-Telekomnál. Ha elkezdeném az összes előfizetőnél a net plusz TV plusz telefon plusz mobilt is kikapcsolni, megszüntetni a szolgáltatást, biztos, hogy nem örülnének nekem. Írj egy hallgató. Valószínű, igen. Biztosító ügyfélszolgálat. Minden második ügyfélnél kell a fejemet fogva tovább mosolyognom, és türelmesen magyaráznom, tűrnöm a hülyeséget, vagy lenyelnem a bunkóságot. Ha csak egyszer is őszinte lennék, repülnék, írja Mona. Ennyi embernek mennyi hülyeséget kell eltűrni, nem? Milyen kemény munkák ezek. Diszpécser vagyok.
24 órában riasztok, riasztók jelzéseit figyelem 4 monitoron, amiből 2 kamerás. Csak fel kéne állnom a székből. Ezt übereljétek. Abban a pillanatban kirúgnak, ott nem adod le, nem szólsz, hogy betörnek, vége van. Területi képviselőként SMS-t írnék a főnöknek. Főnök, leléptem a Balatonra, teletankoltam a céges autó céges kártyára, a céges bankkártyáról pár SMS-t még fog kapni. Ha elromlana az idő, azonnal jövök haza. Jó, a zsivány a vége. Árti küldte nekünk. Igen. Jó, hát ezért mondjuk bárhol kirúgnak. Persze, de nem gondolná azt a főnök egy pár percig, hogy ez csak poén? Hát lehet, hogy gondolná. Amikor siófokról megjön az első pipit, ja, igen. A bankkártyáról. Egy siófoki. Egy biztosító ügyfélszolgálatán vagyok, bunkózás az ügyféllel, véletlenül saját számlámra utalnám a károkat, vagy ha fehér blúz helyett bármi másban fogadnám az ügyfelet, azonnal vége. Zsú, küldte ezt nekünk. Fehér blúz helyett? Fehér blúz helyett, azonnal így van. Tehát, hogyha nem, fehér blúz a munkaruha, azt kell hordani. Ha mondjuk medici labdának használnám a dinnyéket a bolt előtt, szerintem a senkinek nem tetszene, így egy hallgató. Mélyfúró technikus vagyok, engem azonnal kirúgnának, ha valamit szándékosan bedobnék a fúrójukba. Például csavarkulcs. Hát igen, mondjuk, ezt megértem. Napocskás cégnél dolgozom. Ha minden nap összetörök egy kamiont, akkor se rúgnak ki. Na, azt talán szerintem... csak ha bemegyek a főnökhöz és beverek neki egyet. De szerintem ezt próbáld ki, jó? Tehát mától minden nap zúzd meg egyet. Igen, tegyél a tetejére minden nap egy szerintem nyergest. Szerintem a harmadiknál azért szólnának, hogy köszönjük szépen. A napocskásnál elég nagy a jó, de hagyd menjek ki, megnézem, nem lakok messze a telephelyetek. Igen. Ételfutár vagyok. Ha az ügyfél előtt megkóstolnám az ebédjét. Tuti 5 perc és repülnék. Az mondjuk nagyon igen. Jó. Mit rendelt? Szívás gombocot? Mutass, azt én is szeretem. Fahéjjal? Fahéj megint van bennem a rohadt élet. Na, én ezért nem veszek magunktól semmit. Hányszor mondtam, hogy magozzák ki? Igen. Nekem elég lenne egy kacsintás. Üdv, egy nőgyógyász. De szép. Hello. Hello. Hát én már hallottam azért egy-két olyan nőgyógyászra, akit ennél többért se rúgtak ki. Igen. Rákszűrés? Feküdjön fel az asztal. Mindjárt jövök. Csak bemosaksz. Igen. Csak dugd meg a titkárnőjét. Én megtettem, délután már nem dolgoztam. Hát, rossz. Én ki akartam rugatni magam. Loptam úgy, hogy a kamera lássa, de így is 3 napig tartott. Nem akarták, hogy felmondjak. Szerintem, ha kimennék cigizni egy alapos ordibálás után mehetnék, pedig egy kocsmában dolgozom. Szerintem ez elég vicces, de egy kicsit nem normális a főnök, írja Timi. Naponta a párommal 330 embernek szállítunk kaját. Szerintetek? Tehát ott is pillanatok alatt meg lenne, igen. Pszichológus vagyok egy állami cégnél. Ha jelenlegi kormányt szidnám, vagy valami kamu indokot mondanék, azonnal kirúgna a főnököm. Ide egy hallgatónk, igen. Vannak durvább megoldások, rápukiznék a fejére, szerintem ez bárhol hatásos, írja nekünk Misi, igen. A köcsök szerint nem köszöntem neki. De jó, a megszólítás még egyszer, hogy kezdem. A köcsök szerint nem köszöntem neki, ezért elküldött. Igen. Ha névvel, adatokkal megírnám, mit is dolgozom és hol, így a Boxi. Ja, akkor már is. Boxi, küld el nekünk, nem olvassuk be, csak kíváncsi vagyok. Nézem az SMS-edet, hogy tudom, mi a vége. Nem olvasom be, megígérem. Boxi, csak... tudod milyen, ne küld el. Nem, nem, tényleg nem, csak kíváncsi vagyok. Névvel, adatokkal megírnám, mit és hol dolgozom. Aha. Hát páran, ha ilyet elküldenének, akkor igen. Tényleg nem olvasom be, ha akarod, írd meg. Balázs, azonnal gyere be az irodába, írja Titus. Menj be, de üres az iroda. Igen. Ott hallott, küldte az SMS. Igen. Ne, hallgató szórakozik. Feri, nálatok a kórhelyből hogy lehetne kirúgatni magát mondjuk egy pincérnek? Hát ha bunkó a vevő. Ez neked borra valom! Ez neked borra valom, köcsök! Szabad szemben nem is látható. Hogy egy ilyen napot csinálunk egyébként, amikor így bánsz az embereket, senki nem jönne vissza többet. Tuti, vagy te szeretnéd? Na mi van, mit ennél? Így kezdődne egy beszélgetés. Nem lehet megcsinálni, de ez szerintem ez a mit tenni a mocskos lapra? Vega? Nekünk csak húsos ételeik van. Itt akarsz, hogy írni a szállal a családodon együtt is. Hát ez kirúgók, ez kirúgási indok. Feri azt írja, nem tudom, munkanélküli vagyok, szegény. Építőipari munkavédelmi koordinátor vagyok, fürdőgatyában és csattogós strandpapucsban kimegyek az építkezésre. Abban a pillanatban vége is lenne ennek. Ezt Áki küldte nekünk. Azt mondja, hogy igen, a Dunafernél évek óta megy az önkéntes távozási program, igen. Világhírű porcelángyárban dolgozom. Szerintetek csak egy darabbal kéne kísértálni. Igen. Vagy direkt össze. Vagy más festeni rá.
Az nagyon szép, igen, valamit főraksz rá, igen. Szoftverfejlesztő vagyok, például, ha egy éles szájtra kitennék valami nagyon durva képet, videót, akkor hamar csomagolhatnék. mmb.hu vagy nestle.com. Oda kitennék valamit. Hát lehet, hogy Nestle nem annyira örülne egyébként, igen, igen. Ugyanitt Óven bácsira jelentkeznék. Ez Gábor küldte nekünk. CNC üzemben dolgozom, gépkezelőként. Ha most oda mennék két géphez, és gyors járatban ráküldeném a revolver fejét a fő orsóra, a főnökön betérdelne, én meg repülnék. Ezt NC Muki küldte nekünk. Hát ebből keveset értünk, de az anyagi kár jelentős lenne. Legalábbis erre gondolok. De egyébként tényleg, hogyha van mondjuk, ha például itt van a C-skóla, aminek nyilván van egy honlapja, a honlapnak pedig van egy webmestere. Hogyha a webmester kirakna egy jó kis P-skólás hirdetést, azt gondolom, hogy elég gyorsan. Óriási lenne. Hát, óriási lenne. Hatalmas Pepsi felirat. Igen. Igen. Mi itt a kokánál ezt isszuk. Csak ezt isszuk. És egy ember áll egy Pepsivel. Egy messzis reklámot, tudod. Az nagyon kemény. Azt nehéz lenne megmagyarázni. Összekevertem a kettőt. Elnéző, bocsánat, nem tudta. Hirtelen összezavarodtam. Nekem aztán tök mindegy. Hirtelen összezavarodtam, hogy hol dolgozom. Igen. Tévés kirúgás is volt. Pont tavaly volt, Szebeni, akinek fönhagyták a mikrofont szegénynek. Uh-huh. Az nálunk is menő lenne, ha egyszer én nem nyomnám ki. És vége a megszólalása. Ne fenyegetőzz rá. Az kemény. Az kemény, igen. Az kemény. A szokásostól eltérően nem raknám meg reggel a főnök a szagyomat. Aha. Hmm. Ez édes teher. Ez a kedvences. Misi, jöjjön az irodámba. Nem, ma nem, akkor. Igen. Vagy jön, Viszlát. Vagy ki van rúgva. Azért hétfőtől péntekig, az már nem édes teher. Az már nagyon kemény meló. Ott már, az már meló. Ha megverném az Omega egyik tagját, Taxis Marci küldt. Akkor még lehet, hogy koncertjét is kapná. Egyébként igen. Most éppen hogy áll az Omega úgy tényleg? Pereskednek, bíróságra mennek, vagy közös koncertre mennek? Mi az van? Egy nagyon, most nem tudom, hogy fasírtban vannak-e, az egy ilyen se veled, se nélküled. Igen. Balázs, nem vicceltem. Azonnal gyere be, Titus. Ti hogy rúgnátok ki magatok, írja Zsolti? Hát gyerekek, ez hogy tudnám, most kicsit beszéljünk erre egy félig komolyan, hogy tudnánk nyilván kirúgatni magunkat? Ne. Hát, nyilván van pár téma, ugye, ahol... Nem a mi munka a körünkben, bárhol, ha elkezded ezen témákat feszegetni azonnal, mert hogy az egyszerűen nem fér bele semmilyen etikai kódexbe. Most ha valami olyan magánvéleményt fogalmaznánk meg, ami szintén azért sértene tartó bizonyos... időszak elég komoly trágássággal telne, szerintem azért is. Figyelj, az még érdekes, lehet, hogy az megmagyarázható. Most mondok három ronda szót, azért nem rúgnak de ki. Nem ha... hármat, hanem nyolcig folyamatosan. Ja, ami hát, ömlik. Senki nem tud úgy káromkodni, hogy én most elkezdenék masszívan káromkodni, és abban megemlíteni. Tehát azért úgy igen. Családtagokat, felmenők. Úgy például igen. Hm. Kinéznék az ablakon, és elmondanám a véleményemet, ami hirtelen egy eszembe jut a látvány. Szóval, szerintem hát vagy a bekapcsolt... Nagyon gyorsan. Vagy a bekapcsolt mikrofon, nyilván az is egy érdekes dolog, hogy az ember azért itt beszélget különböző dolgokról. Igen, nyilván, persze, és minket is elég hamar ki tudnának rúgni. Na jó, hát köszönjük az SMS-eket. Szeretem, amikor ennyi helyről írnak. Cégvezetők, középvezetők, pszichológusok, nőgyógyászok, cukrászok. Tehát, hogy tényleg mindenkinek megvan az a pont, nem? Amikor így egy másodperc alatt leszámol az eddig életével, ki akarja rúgatni magát, megteszi, bemondja. És hogy közben azért hány ember álmodozik arról, és kell fel úgy, hogy de jó lenne ma ezt megcsinálni. Bemenni a főnökhöz, letolni a nadrágodat, fölkuporodni az asztalára. Ez kicsit több, mint én szerintem a magyar lakosság nagy százaléka, aki alkalmazott, az naponta legalább egyszer eljátszik a gondolattal, hogy de jó lenne egyszer ilyen szabadon. Ha mondjuk megnyerném a lottőtőst, bemennék a főnökhöz, és mit mondanék? Nem? Mit csinálnék, mit mondanék, hogy vágnám tönkre a céges autót, hogy mennék be egy kamionnal vagy egy targoncával az irodájába. Tehát szerintem ez a hogyan ölném meg a főnököt, vagy hogyan rúgnám ki magam, ez a meglepődnénk erről, hány ember fantáziálgat itt Magyarországon. És sose teszi biztos. Meg? Hát nyilván nem, hát azért a legtöbb ember azért kiszolgáltatott, ugye? Te kirúgod. És kapsz mondjuk egy új lehetőséget, akkor se csinálod meg? Dehogy nem. De akkor se így csinálod. Ha van egy fix lehetőséged, igen. Ahova mondjuk átigazolsz? Igen, dolgozol valahol 5 éve, és nagyon tele van mindened, és minden nap erről álmodozol, hogy nadrág le, fölkuporod. Hmm. Talán egyszer ezt megcsináltuk már témának, ez a hogyan mondtál föl, amikor már tudtad, hogy minden mindegy, és jöttek jó SMS-ek, hogy bementem, beolvastam, ajándékot tettem az asztal alá, kis csomagot a kocsiába, tehát ilyen volt, ezt megcsináltuk. De ezt tényleg így nagy nyilvánosságot érdemes csinálni. Tehát úgy, hogy négy fal között, és csak a főnök letagadhatja később, hogy mi történt. Ezt lássa mindenki, amikor a főnök kicsit megszégyenül, nem? Most kötöző kézre, lábra kiúzni a placra, ott van 30 ember, te letolod a gatyád és lebrunyálod.
Azt gondolom, abban van rakendról. Hányan álmodoznak erről? Ha Pakson lekapcsolnék 2-3 gombot, és Szabira mennék. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.